az Ihatóbb Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztro és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az Ihatóbb Magyarországért. Szép estét kívánok, én Nyulasi Gábriel István vagyok, és hát folytatjuk a múlt heti témánkat. Itt van a stúdiónkban Tüske Gyöngyi, borblogger, borszerető, és itt van a stúdiónkban Göncöl Attila, felvidéki borász, a Göncöl Pincészet borász tulajdonosa. És hát rögtön csapjunk bele a közepébe, mert hogy a poharunkban már itt illatozik, itt árad a Karcsa nevezetű bornak, Karcsa 2015-ös Göncöl Pincészetnek a bora, és hát Attila akkor mesélj erről a borról, mit kell róla tudni. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát a múlt héten egy számomra könnyedebbnek, vagy általam könnyedebbnek tartott zöldveltelinével kezdtünk, amire hát igen, ami szintén nem volt annyira. Az is határeset, igen. Hát ez abszolút a nehezebb fehérbor kategória, egy testes, fahordóban érlelt, részben héjon erjesztett, tehát hasonlóan készült az olasz rizling része, mint a vörösborok készülnek, két hétig kádon erjedt és ázott, tehát emiatt aztán jóval mélyebb szint. Tehát két hétig volt a héján? Igen. Az azért ez elég. Igen. Ez mondjuk az olasz rizling, ami 20%-ban van benne, 40% leányka, 40% zöldveltelin. Tehát a többi az nem így készült? Nem, azok csak 24 órán. Akkor az végülis valamilyen szinten ez egy narancs. Hát az olasz rizling, igen. Az a része. Az a része, igen, és én külön-külön ezeket a házasításokat, hát ez a legfontosabb házasításom, ez a Karcsa bor, ami egy ilyen, a nevét egy családi hagyományról kapta, tehát Göncöl Karcsa településről, ami ma Dunaszerdahely mellett található, és a család onnan származtatja a nevét. Tehát Göncöl Karcsa így egybe? Göncöl Karcsa. Igen, hát ott van az érdekes történet. Nem akarok nagyon eltérni itt a fő témától. Ez egy település csokora, bokor, vagy nem tudom, hogy hívjam, mert több mint egy tucat karcsa van, királyfia karcsa, egyház karcsa, amadé karcsa és a többi, és az egyik közül Göncöl Karcsa, igen. És tehát ez csak a bor neve, és hát az egyik vagy a csúcsboromnak tartom ezt a bort, minden évben úgy próbálom, illetve a kiemelkedő évjáratokban próbálom ezt a lehető legmagasabb szinten elkészíteni, és hát ez tükrözi azt a filozófiát, amit én a borászatról, a saját pincészetemről, vagy pincémről gondolok, tehát ez egy abszolút természethű bor, ökológiai szőlőtermesztésből származik a szőlő, 100%-ban a saját szőlőmből, és hát abszolút természetes módon, spontán erjedéssel, hosszan finom seprőn tartva, hordóban több mint egy évig. Lehet, hogy van benne egy kis maradékcukor is? Nincs. Megtévesztő, mert az alkoholédesség akkor. Igen, ez 13 fölötti alkoholtartalma van, és hát ebből a spontán erjesztés, a hosszú héjontartás, áztatás, ez azért okoz egy olyan ízérzetet, ami egy kicsit ilyen édeskésebb érzet az utóízben. Ezt az alkohollal is, meg a glicerinnel, képződő glicerinnel szokták még magyarázni, ami ilyenkor a hosszú erjedés alatt, mert azért itt Garamkövesden ezek hűvösebb pincék, tehát ez egy löszbe vált tájt pincefalu, ahol 25-30 méteres pincék, pincejáratok vannak fölötte, gyakran 8-10 méter földdel, és egész évben tartja ezt a 10-11 fokot, és hát ezek a hordók tartályok bent vannak ezekben a pincékben, tehát mivel kis tartályokról van szó, a legnagyobb is csak 1000 literes, ezért nincs is szükség
általában ezekben a pincékben külön hűteni erjedtetéskor se a tartályokat, hiszen a maga a pince klíma lehűti és nem engedi 18-20 fok fölé menni az erjedést. Ugye ezt a nagyobb tartályokkal tehát nem lehetne. Tehát békésen, nyugalomba, hűvösbe. Igen, igen, szép lassan. Tehát én nem foglalkozok azzal, hogy mindenáron 8-10 nap alatt erjedjen ki a bor, hogyha az épp egy hónapig tart, akkor egy hónapig tart. Hány palackkal készült ebből a borból? Ebből nem sok, tehát ez mindössze 3 220 literes hordó volt, tehát egy 660 liter, és akkor abból ki lehet számolni. Az abban a 7-800. Nem egész, 850 palack körül jön ki. Úgyhogy ez egyébként a eddig legnagyobb mennyiségbe készült karcsa, mert a korábbi évjáratok sokszor csak egy vagy két hordóból álltak. Ezt nagyon adja magát a területet, hogy érdemes eleve ugye késői szüretelésű szőlőkről van szó, mert mind a három szőlőfajta öreg tőkék, és minél tovább próbálom a tőkén tartani a szőlőket. Ez mit jelent, hogy öreg? 40-50 évesek. Uh-huh. 40-50 évesek, még hát ugye a 60-as, 70-es években telepítették ezeket a szőlőket. Mégis ki a legjobban az amat? Már jó mélyen igen. Vannak a gyökerek. Igen, igen. Tehát itt a terméskorlátozás nem is lényeges dolog, hiszen ezek az öreg tőkék alapvetően nem adnak sok termést, tehát önszabályozóak szinte. Van olyan év, persze sok a csapadék, napsütés, amikor megpróbálják ők is túlteremni magukat, de egy átlagos évben, egy jó évjáratban, ahol nem túl sok a csapadék, nincs rajtuk olyan nagyon nagy termés, tehát ez a másfél kiló fölé nem igen megy egy tőke. Uh-huh. És 15 óta minden évben készült a karcsából? Nem, ez 2007-ben készült először a karcsa. 2007, 2009, 12, 13, 15, és 17-ből szeretném a következőt összerakni, csak hát az még nagyon fiatal, ezek a borok még hordóban. Tehát nem volt egy év kiadás se végül is? De mondom, a legjobb évjáratokban, mm-hmm. Tehát a 2007, 9, 12, ja, 13, így, 15. Igen. Igen. Tehát leginkább a páratlan évek. Leginkább 12-ben valahogy. Volt páros évben, illetve 18-ból is úgy nézem, hogy szinte biztos, hogy lesz karcsa, mert nagyon szép mind a három. Tényleg Gyöngyi, hogy tudnád elképzelni ezt a bolt, hogy mihez fogyasztanád, vagy milyen hangulathoz szerinted? Ez azért valóban egy testesebb fehér bor, úgyhogy... De van benne svung, tehát hogy tényleg. Mondjuk egy hideg téli estén tudnám elképzelni a ropogó kandalló tűz mellett. És akár az ember egy kis egy pár pohár után szerintem lehet, hogy ki is tud takarózni már. Igen, egyébként nem is... muszáj ezt a bort annyira lehűteni, mint általában a fehér borokat. Tehát inkább valahol a fehér és a vörös borok hőmérséklete között érdemes fogyasztani, akkor mutatja legszebb arcát. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. És amit esetleg még szoktunk próbálgatni mellé, tehát abszolút ez az érlelt sajtos olajos magvak, dió. Ez olyan fél éves sajtot tudnál. Igen, lehet, igen. Hogy az egy éves az még kicsit sok neki, de olyan fél év, tehát nem az a puha krém sajtos, azt inkább egy könnyedebb verziót tudnám elképzelni. De hát egy nagyon szép, tényleg komplex illat, jó hosszú is a bolt, tehát hogy belekortyolsz. A hosszúságon, tehát a hallgatóknak mondom, tehát egy bornak, ha hosszát nézem, akkor az úgy adódik, hogy effektíve belekortyog a borba, már lenyelem, kicsit megpörgetem a számba, lenyelem, és akkor utána, hogy meddig marad benne az íz érzet a számba, tehát hogy meddig tart ki. Tehát, hogy vannak olyan borok, amelyek nagyon gyorsan eltűnnek, tehát, hogy az ember lenyeli, és húcs, el is tűnik, de ez a bor, ez a karcsa, ez egy hosszabb bor, tehát itt azért a savak, a zamat egy olyan komplexitással látja el, amiben, tehát
hosszabban kitart az a kis borocska. Kicsit az jut eszembe erről a borról, amit a régi ilyen ampelográfiai könyvek írnak, tehát ilyen szőlőfajta ismeret, ott mindig leírták, hogy mire alkalmas egy szőlőfajta, és akkor sokszor előfordul ez a kifejezés, hogy egy jó pecsenyebor készíthető belőle. Úgyhogy... Pecsenyebor, tehát hogy sült hús? Igen, igen, tehát hogy sült húshoz. Egy kis kappanhoz. Így van, így van. Hát igen, kicsit a savak mégis hozták az étványomat. És hát a száraz próbálja is. Nagyon kellemes a bornak. Nem győzöm hangsúlyozni a hallgató kedvéért, tehát a száraz próba, üres már a poharam, tehát halljátok itt a csilingelést. És hát bele lehet szagolni még az üres pohárba is, tehát nem kell mindig tele lenni a pohárnak. Beleszagolsz az üres pohárba. És az abban érzékelhető illatélmény, az tulajdonképpen teljesen más, mint amikor zötyög a bor a poharadba, és ugyanakkor ahhoz adhat értékes információt, hogy tehát ha jó volt a bor maga, jó volt a kort, jó volt az illat, és még a száraz próba is, tehát hogy amikor az üres pohárba beleszagolsz, még az is jó, akkor ez tényleg az igazán jó bornak az ismérve, tehát hogy minden rendben van vele. Ez azért fontos. Látom, Gyöngyi, te is megszagoltad egy kicsit. Igen. Én a mandula illatot érzem rajta, illetve mézes, vajas illatokat még. Hát igen, van ebben minden. Végülis egy kis mandulásság, talán az olasz rizling adhatja ezt a kis kesernyét. Hát meg alapvetően ebben a borban már nem is a szőlőfajtáknak a elsődleges tulajdonságra jönnek. Persze, már jönnek, primer, szekunder, terciár arra. Finom seprő érlelés, hordóban érlelés, tehát ott már a tölgy is ad hozzá, ez a finom seprőnek a jellegzetes vajas illata, az biztos, hogy előjön belőle. Tehát ez a bor egy kicsit más, mint az ilyen könnyű, gyors fogyasztású. Ez az érlet borok, karakter. Húha, most nézek az órámra, hogy már nem sok időnk van, de azért még gyorsan töltsük egy kis Pinot Noir-t a poharakba, és ezt megkóstoljuk. Ez egy 2016-os évjáratú Pinot Noir nálunk. Göncöl, pincészet, igen. Pinot Noir. Nálunk kékburgundinak is szokták nevezni, illetve Magyarországon is ez a régi neve időnként felbukkan. Úgyhogy ez a Pinot Noir felirat is egyébként, ami a címkén van, ebbe beleszoktak a szlovák barátaink kötni, mert ott nem így van anyakönyvezve a fajta. De ez egy teljesen nemzetközi név. Hát igen, ez egy masszív illat szintén, tehát hogy nem, ez se egy könnyű játékos. Nem könnyű Pinot Noir, nem ez könnyű. 13 és feles alkoholtartalma van, 14-hez közelít, tehát egy késői szüretelésű Pinot Noir, ami ugyanígy, tehát helyon eljött ugye, ahogy a vörösborok, tehát 3 héten keresztül. És hát nem az a könnyű kis gyümölcsös Pinot Noir stílus, ezt el kell ismerni. Akkor most tartunk egy kis szünetet, és akkor folytatjuk az adást nem sokára, és hagyjuk egy kicsit szellőzni a kis pinónkat a pohárban. Dunakanyar FM 94.1. A hullámok hullámhosszán. Keressen minket online is. www.dunakanyarfm.hu. Kedves hallgatók, akkor visszatértünk, és hát közben már szépen szellőzött ez a kis Pinó 2016. Felvidéken járunk, ne felejtjétek el, itt a Dunakanyarhoz, és hát a fővároshoz iszonyatosan közel lévő termőterület, Felvidék, Göncöl pincészet, és itt ülünk a stúdióban Göncöl Attilával és Tüske Gyöngyivel, és itt együtt élvezünk ezt a kellemes 2016-os Pinót, amiben hát elég sok minden megmutatkozik, itt nyílik. Hát ennek egyébként kell is, mert ez is egy hasonló stílusban készült bor, mint a karcsa, és ezek a borok általában igényelnek egy kis kell nekik a levegő, tehát hogy ez nem az a bor, tehát hogy
hogy vannak azok a borok, amik könnyű, reduktív, friss, leveszed a polc, mint például egy egyszerű rozé, leveszed a polcról, kinyitod, beletöltöd a pohárba, és rögtön ott van, rögtön kész van, és rögtön ihatod, és nem lesz jobb, tehát, hogy kvázi a pohárban szellőzik, akkor csak veszít az aromából. Igen, viszont ezt akartam mondani, hogy sokszor ezek a kis könnyebb borok. Igen, tehát, hogy elillan. Elilland, kis habos-babos rózsaszín felőcske, kis eper, mála, minden árad belőle, és akkor utána elilland. Viszont egy hordóban erjesztett, egy oxidatív, tehát egy hosszabban érlelt bor, az bizony tényleg a pohárban is hosszabb időt kíván, mert tehát, hogy rá kell készülni, ez nem egy 5 perces élmény, tényleg már itt ülünk a stúdióban. Viszont kárpótal az esetleg ezért a hosszadalmas szellőztetését, hogy ha az ember 1-2-3 nap múlva megbontja, vagy elteszi a hűtőbe akár és előveszi, akkor még mindig nem esik össze a bor, hanem igen, nagyon és szépen bírja, tudja magát tartani. Nem tudom, mennyire szoktatok, kedves hallgatók, kibontani borokat, úgyhogy még megmarad a fele, de az tény, hogy egy egyszerűbb, kevesebb réteggel rendelkező reduktív bor, az bizony nem túl sok időt bír ki, tehát hogy nem lesz jobb, viszont effektíve lehet, hogy egy kis szellőztetés pár napot még akár teljesen jól kibír, akár egy ilyen Pinot Noir. És hát most érzem, hogy Gyöngyi, erősíts meg ebben, hogy volt egy ilyen szénás, poros, avaros vonal, ami most egy kicsit úgy kezd felszállni. Megmondom őszintén, én most kezdem tanulni a Pinot Noir-t. Most már ilyen kis vörösbogyós vonalak kezdenek előtérbe. Tehát, hogy ez is, hogy tényleg avartól indultunk, kis poros úttól, és hát jön itt a vörösbogyós. Szóval megmondom őszintén, hogy nekem ez az első Pinot Noir-om, amit készítettem, és palackozás után pár héttel bontottunk egy palackot, és meg voltam tőle ijedve. Hogy mit szúrtunk el. Hogy úristen, hogy... Igen, hogy mit szúrtunk el, hogy valami nagyon nem stimmel ezzel a borral. És eltelt pár hónap, megbontottuk egy kisebb társaságba, és akkor meg elcsodálkoztam rajta, hogy mennyit fejlődött, és azóta is ez folyamatosan megy ezen az úton. Szerintem maga a fajta is olyan, ugye kényes fajtának mondják a Pinot Noir-t, hogy az embernek meg kell tanulni, hogy mikor palackozza, hogyan kezelje magát a bort, mennyi ideig szabad hordóban tartani, mikor szabad leszüretelni a szőlőt, és nem szabad megijedni tőle sem, hogyha esetleg éppen olyan arcát mutatja, amilyen volt akkor, mondom, palackozás után 2-3 héttel. Kirúgta magát. Tényleg, Gyöngyi, neked milyen Pinot élményeit vannak? Mégis jársz rendszeresen kóstolókra. Pinot Noir az nem egy könnyű fajta, nem egy könnyű téma. Milyen tapasztalataid vannak? Nagyon vegyesek, igazából én is meg tudom erősíteni, amit Attila is mondott, hogy a többi borásztól is azt hallom, hogy a Pinot Noir a hiszt is, a kényes fajta, és ezért nagyon nehéz vele, és nehezen tudnak bort készíteni, jó bort készíteni belőle a borászok. Viszont, hogyha az ember ráérez a csínyára, akkor nagyon szép tételeket lehet kóstolni. Általában ennél könnyebb pinókat ittam az elmúlt időben. Ez ismét csak tükrözi Attiláék stílusát, hogy egy erőteljesebb, masszívabb bor. Eldorádója. Igen, és az érdekes egyébként, hogy a 16-os évjárat a többi bornál általában egy könnyedebb, vékonyabb borokat eredményezett, és a Pinot Noir-nál meg pont fordítva, tehát a 17-es... Pont vastagabb lett. Igen, a Pinot Noir vastagabb. 17-ben például egy ennél egy kicsit könnyedebb és gyümölcsösebb Pinot Noir-t palackoztunk le éppen néhány héttel ezelőtt. Az egy sokkal érthetőbb, közérthetőbb stílus, mint ez. De szerintem ez viszont értékesebb, és főleg kíváncsi vagyok, hogyan fog fejlődni a következő években. Most nagyon szép a pohárban. Sajnos a hallgatók nem láthatják, de hogy tényleg a Pinot Noir nem a tanninról szól, nem a vastag
tanninos, sötét szín, tehát hogy nem egy Cabernet Sauvignon, hanem tényleg a savak, a fűszeresség, ennek a kettőnek az összjátéka, ami tényleg sok réteget eredményezhet. Igen, és ez fontos, hogy mi ugye északon vagyunk, tehát ez a nagyjából úgy lehet belőni ezt hogy milyen szinten vagy földrajzi szélességben vagyunk, mi nagyjából Mátrájával, Egerrel egy vonalban van ez a Garammente, Kürt térség, Ipolymente, ugye egész közel a Dunához. Itt előbb említetted, hogy a Dunakanyar milyen közel van hozzánk, hát tulajdonképpen ez a Dunakanyar széle. Mert a Helembai sziget talán a Dunakanyar széle, tehát Esztergom másik oldala, tehát Duna másik oldalán vannak ezek a szőlőterületek. És hát számunkra ezek a fajták a kék szőlőkben a legfontosabbak, tehát a Pinot Noir, a Kékfrankos, a Szent Lőrinc, ezek egyik sem a csersavakra építő ilyen mély tintaszínű borok, hanem sokkal inkább ezt az eleganciát próbálják tükrözni, inkább a savak játék, ezek a gyümölcsös, kicsit lekváros, fűszeres aromáknak az eredje ezek a vörösborok. Érdekes dolog, hogy mi, hogyha szlovák szemüvegen keresztül nézzük, akkor mi vagyunk délen. Tehát tőlünk mindig vörösborokat várnak. Ha meg Magyarországra jövök, akkor mi vagyunk északon, tehát hogy biztos nálunk jók a fehér borok. Tehát ez a kettőség itt is megvan ugyanúgy, mint a nyelvben, tehát ezen a vidéken ugyanúgy foglalkozunk fehér és kékszőlő fajtákkal emiatt is. És hát bejöttek a képbe olyan fajták, amit én nem hoztam, egy ilyen borom van, de az is csak egy véletlen folytán, például mint az Aliberné, ami egy ilyen ukrán-odesszai nemesítésű fajta, amit ilyen festőlevű fajtának használták, ez hatalmas nagy divat volt például Szlovákiában. Tehát én kóstoltam is más pincészettől, és nem, nagyon brutális, tehát olyan Alibernét kóstoltam, hogy ilyen, tehát vörösbor, de rengeteg cukor is volt benne, alkohol is nagyon magas volt, minden egyszerűen iszonyat magas volt, tehát egy nagyon brutális bort készítettek belőle. Igen, hát én ezeknek annyira nem vagyok híve. Duna szőlőfajta, Dunai szlovákul a neve, az még ilyen, hogy egy iszonyú magas mustfokra képes beérni, nagyon mély színű, sokszor maradék cukorral rendelkezik. De valahogy nekem ezek ilyen kicsit diszonáns borok, bár van, őszintén szóval, tehát van egy réteg, aki nagyon-nagyon szereti, és most épp ez a sztár felvidéken, nagyon sokan telepítették a fajtát. Hát kíváncsi vagyok, mi lesz vele a jövőben, meddig tart ez a divat, ahogy az Aliberné divatja tartott egy darabig, most már lecsengett, most a Dunajnak van. Hát igen, itt Magyarországon is van többféle divat, tényleg milyenek a, mondjuk felvidéken van borbár kultúra? Tehát, hogy vannak míves borbárok, ahova lehet járni? Alapvetően Pozsony környéke. Pozsony és környéke az, ahol előfordulnak borbárok. És ott be is tudsz jutni borokkal? Pozsonyban nem sok borom van, megmondom őszintén. Inkább Párkány környékén, Magyarországon található meg néhány helyen, illetve a pincénél lehet kapni a boraimat. Meg ott De nincsenek eladási gondjaid? Nincsenek különösebben, tehát persze. Egyébként nem is nagy a mennyiség egyenlőre. Hát most tervezek egy pár nagyobb lépést a pozsonyi piac felé. Magyarországon is szeretném, hogyha néhány borbárba bekerülne, Budapesten bekerülnének ezek a borok. Úgyhogy a következő hónapok, meg egy-két év, ez biztos, hogy erről is fog szólni. Hát igen, lehet, hogy a Vino Pianóban is, ami a Tűzoltó utca 22-es szám alatt található, 9. kerületben, lehet, hogy ott is lesz egy bor bemutatód majd, ahol rendszeresen tartjuk a bormozikat, végül is minden hónapban van bormozi, és hát nagyon, nagyon szeretjük a friss felfedezéseket, új borfajtákat, ezért is örültünk, hogy tényleg a közönség is, tehát hozzánk bárki betévedhet, tehát hogy nem arról szól egy bormozi, hogy itt most
óriási borsz, akik leülnek, és különleges elemzéseket, és különleges bortudásra kell rendelkezni, hanem bárki bejöhet, ez egy teljesen nyitott rendezvény, tehát nem kell különösebb bortudásra rendelkezni, és mégis, tehát az emberek többsége arra szavazott, hogy egy Kárpát-medencei fajtát, a Szent Lőrincet, a Teborodat helyezett, tehát a szeptemberi bormoziba pont az lett a bajnok. Én csodálkoztam is, mert hogy effektíve fehér boron kívül, tehát könnyű fehérek szoktuk általában első helyet elérni, de most csodálja egy szép kis vörös bor lett az első. Igen, hát abból a borból már alig van pár palackom, úgyhogy... Ezt nagyon sajnáljuk, mert tényleg nagyon finom volt, ezt én is alátámasztatom. Igen, egyszerűen nagyon jó formája volt, én kóstoltam többször is, volt, amikor nem volt ennyire kirobbanó, de azon az estőn tényleg nagyon szép volt az összhang, és ez hát hatott az emberekre, átjött. Na, nagyon örülök neki. Vörösborban küvé van a kínálatotokban? Eddig nem volt, most lesz egy kékfrankos Szent Lőrinc küvé, ami hát még hordóban van, egy 2017-es most fog bekerülni majd egy hónapon belül szerintem palackba. Pinot Noir-t azt nem küvésítettük, az nem házasítottuk, most került az is palacba, a 2017-es. Hát van egy idézőjelbe baleset, egy barátom barátjától érkezett szőlőkeverék, úgymond ez az Alibernet Cabernet, vagy Cabernet Alibernet küvé, ami egy ilyen természetes összeszületelt szőlő volt, úgyhogy abból nincs is sok, tehát egy 280 palack, egy hordónyi tétel lett belőle, de mondom, ez véletlen, a másik az tudatos, tehát a Szent Lőrinc és a Kék Frankos, ezt a két fajtát összeeresztettem, meglátjuk, mi sül ki belőle, nekem nagyon tetszik egyenlőre, majd még a palack kérlelés után kiderül. Nagyon tetszettek a borok, és hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, itt voltál velünk, a boraiddal, és Gyöngyinek is köszönjük a jelenlétet, és hát lassan lezárjuk ezt az adást is. Kövessetek minket az Ihatóbb Magyarországért Facebook oldalán, ki fogunk rakni különböző ehhez kapcsolódó témát a rádióadáshoz, úgyhogy Ihatóbb Magyarországért Facebook oldal, és hát rendszeres programok, rendszeres borhíradások, és effektíve akkor búcsúzunk el szép lassan, tehát mi legyen a záró mondatod, Attila? Én szeretettel várok mindenkit a pincébe, hogyha már egyszer Dunakanyar rádió, Dunakanyar, akkor... és hát nagyon közel vagyunk hozzátok. Egy pár percre vagy, egy negyed órára sokaknak, tehát úgyhogy szívesen látok bárkit, meg tovább mindenkinek jó borélményeket, szép borélményeket kívánok. Gyöngyi? Köszönöm én is a meghívást, és csatlakozva Attila gondolatához mindenkinek további kellemes borkóstolást kívánok. Köszönjük szépen, remélem, hogy a jövő héten találkozunk. Szervusztok! Önök az Ihatóbb Magyarországért című műsorunkat hallották, itt a 94.1-en, a Dunakanyar Rádióban.